Szeretettel köszöntöm a leendő első szülőket, Farnáknak Klaudia vagyok. Általános és középiskolai tanulmányaimat is itt a Petőfiben végeztem. 2015-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanítószakán német műveltségterületen. Itt töltöttem el a gyakorlati időmet is. 2016 óta dolgozom az iskolában, azóta is látok el osztályfőnöki feladatokat. Az elmúlt években otthon voltam kislányaimmal. A tanóráimon szívesen alkalmazok hagyományos és interaktív tananyagokat és játékokat. Célom, hogy a gyerekek szeressék meg az iskolát, a tanulást, nyitottá váljanak a világra, találják meg, hogy miben tehetségesek. Hivatásunkban a legnagyobb kihívás és egyben a legszebb időszak a leendő első osztályos gyerekek előtt kinyitni a tudás kapuját. Megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, játékként éljék meg. Szeretném, ha a gyerekek azt éreznék, hogy rá mindig számíthatnak. A tanuláson kívül nagyon sok szabadidős programot is ajánlunk a gyermekeknek. Vidám, felejthetetlen kirándulásokkal színesítjük életünket. Nagy szeretettel várom osztályomba a leendő első osztályosokat, ahol csendes varázslattal mutatom meg a betűk és számok világát, ahol örömteli izgalommal válhatnak óvodásokból iskolásokká. Mesterné Deszner Szabina vagyok, 2010-ben végeztem a Kaposvári Egyetem tanítószakán, ezt követően Budapesten tanítottam egy művészeti intézményben, majd 7 évig osztályfőnökként tevékenykedtem egy szintén egyházi iskolában. A Petőfiben ez a második évem, jelenleg a 4. B osztályfőnöke vagyok. Célom a tanulás megszerettetése, amit sok derűvel, kreatív módszereimmel, élményszerűen igyekszem megvalósítani. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, szívesen jó kedvel tanuljanak, élmény legyen számukra az itt eltöltött idő, legyen szó tanulásról vagy szabadidőről. Az iskolakezdés hatalmas lépés a kisgyermekek számára. Rengeteg játékkal, mesével, sok-sok mozgással szeretném a gyerekek számára könnyebbé tenni az óvodából az iskolába való átállást. Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek a gyermekek világképének formálásában, értelmű kibontakoztatásában. Eddigi pályám során végigkísért a nyugodt, bizalomteljes, derűs légkör kialakítása, melyben minden diákomnak lehetőséget biztosítok arra, hogy önmaga lehessen és megmutathassa, miben ügyes, tehetséges. Ezért sok iskolai és iskolán kívüli programot szervezek számukra, emellett tanítványaimmal rendszeresen indulunk egyéni és csoportversenyeken is a tehetséggondozás keretében. Munkám során kiemelten fontosnak tartom az anyanyelvi, valamint az olvasóvá nevelést az alsó tagozaton. Osztályaimban jellemzően az olvasás, mint tevékenység, az eszközét jelenti az élményszerzésnek és a tanulásnak. Szabadidőmben én is rengeteget olvasok, emellett szeretek kézműveskedni, kreatív gondolkodásmódomat a tanításban nap mint nap kamatoztatom, és ezt a szemléletet igyekszem átadni a gyerekeknek is. Feladatom, hogy osztályfőnökként jó közösséget alakítsak ki a gyermekek és szülők körében egyaránt. Hiszem, hogy a kicsik fejlődéséhez elengedhetetlen a szülőkkel való jó kapcsolattartás, hiszen csak közösen érhetünk el valódi sikereket. Javaslom, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat, nézzék meg képeinket, bejegyzéseinket az online felületeken, hisz így egy kis ízelítőt kapnak a mindennapjaikból. Szeretettel várom leendő elsőseimet, hogy ők is megtapasztalhassák, milyen is Petőfisnek lenni.